hogy így az itthoni tervezés és meg akinek van befektető, addig fog menni a történet, ameddig mögött áll a befektető, amint kiáll róla le, aztán kezdhet előről az őrület. Vitaminos víz, nem alkohol. Szóval ebből nyugodt az jó is, mert de nem tudom, hogy nem is szóval. Jó, nem baj, ezért kikészítettem, hát ha hedonista vagy, és innen pohár prosecco. Forraltam vizet is tehoz. A sütit nem én készítettem. Azt tuti finom, mert a Sanyi sütijei nagyon finomak. Én is akartam készülni, mert nagyon szeretek készülni, szóval ennyi. Úgyhogy, de hogyha nem ízlik, nem kell megenned, csak akartam. Ez egy ilyen olivás, kicsit ilyen mediterrán hangulatú, láttam, rántottak. Na, szuper. Te hány éve indultál? Fú, hát nekem az első kollekció az 2008-ban volt publikus. Aha. Mert ugye én ugye előtte is, tehát ugye gyerekkorom óta én érmákat csinálok, meg anyuéknak a varrodájukban. Igen, ezt valahol talán fel. Olvastam is, meg hogy talán még a nagyszüleid is foglalkoztak ezzel. Igen, 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 igen. Nagymama, hát ez egy családi vállalkozás. Ja, és hogy még az a csoda, hogy ők is még azért így gyártanak, mert hogy ők nem ugye nagy kár, ők egy női felsőházat volt, ugye nagyon régen, ugye még itt az óvodszába kezdték ugye a nagykerekkel, ugye üzlettel, és aztán ugye kiköltöztetett rendkettőbe, aztán most meg lett a tabányára, vissza a varrodába, mert és már annyira átalakult sajnos ez a divat üzlet, tehát nem is a szakma, hanem inkább az üzleti részre gondolok, szóval annyira tönkre vágta akár így a, szerintem így a hazai piacot is, tehát így ez a fast fashion, tehát az a sokat olcsón, tehát hogy én tökre megértem, hogy valakinek nincsen pénze, mondjuk designer darabokra, nyilván mindenkinek jól kell kinézni, öltözködni szeretnek az emberek, meg tulajdonképpen nem is akarnak fölvenni így a fiúk sem, mondjuk 4-5 alkalommal többször egy pólót. Ez a fogyasztói társadalom. Igen, igen, igen. Ezt sugallja minden. Vásárolj. Még picit rántott a bélyegét. Igen. Én nagyon szeretem, hogy rendszerint nem klasszikus modelleket öltöztetsz, és a kampányaidban is mindig nagyon eleven személyeket választasz. Igen, nem egy igen. Ilyen kiégett, kuplalós tekintetű modellt. Hát, szerintem nagyon klassz. Szerintem is azért egy sokkal érdekesebb az anyag, hogyha meg sokkal természetesebb. Tehát én ezt szeretem tudod a fotózásaim alatt is. Tehát úgy szeretek együtt dolgozni a stábban, hogy ugye a sminket, tehát mindenki a legjobb tudása szerint ugye csinálja maga a dolgát, hogy a végén hogy a fotósnak minden kevesebb munkája legyen vele, meg alapból az, hogy én a természetesség híve vagyok, és szerintem sokkal való képet ad vissza, hogyha egy idézőjelesen hétköznapi embereken mutatjuk be az adott kollekciót, meg nem is az, hogy hétköznapi emberek, hanem én inkább a karaktereket szeretem, tehát hogy most így a modellekre visszatérve, most így a helyes profi hamar unalmas tud lenni, hogyha nincsen mögötte tartalom. Mm. Szóval a jó modellek is nem azért jó modellek, mert lehet, hogy éppen mennyire tökéletesek, hanem azért, hogy ami mellé társul, mint személyiség, az, ami akivel együtt jól lehet együttműködni, dolgozni, azokat szeretik általában az emberek. Tudnak vele azonosulni, és könnyebben. Ugye sokan ott rontják el, szerintem, hogy túlságosan meg akarják mutatni.
hogy akkor, mire hogy, képesek? Hogy mi, és akkor teljesen elmennek ilyen harcotatlan felé. Az jó, oké, lehet a magazinban jól néz ki. Nagyon szép, igen. Senki nem fogja felvenni a Lady Gaga-n kívül. Jobb esetben. Igen. És akkor most a te ruháid az Andrássy úton van. Andrássy úton vannak a Berlinben. Üzletben. De volt, van neked, vagy volt? Nem, volt az óceánon szintén egy bolt, aztán ezt így bezártam, mert nem az a közönség jár az óceába, sajnos. Aha. Úgyhogy bezártam, aztán vissza mindent a Berlinbe, tökre örültek is a Zsuzsiék, hogy akkor vissza. Úgyhogy... És hogy ezt a női ruhákkal, mert azzal is próbálkoztam. Én belecsipegettem, mert már annyian rágták a fülemet, hogy mi legyen nincs, már. Nincs, de az igazság, hogy így, tudod, az is annyira plusz idő, energia, amíg egy mini női kollekciót is abszolút megcsinál az ember. Tehát ugye egy időben nyilván akkor mással tud foglalkozni az ember. De... Ez olyan, mint nekem is mindig rángják szóval, a fülemet, hogy csinálj már férfit. De... És akkor most oké, csinál az ember egy pár pólót, pulóvert, vagy akár négy nadrágot, tök mindegy. De mindenkinek a szívügyünk az nálad a női, nálam a férfi, szóval... De természetesen, hogyha így közeli ismerősöknek szoktam csinálni, hogyha eljönnek, hogy na, Sanyika, akkor ezt csinálják meg, vagy ezt a fiút, ezt ők el is hordják, hogy becsinálja meg női változatba. Szóval ez előfordul. Igen. És te mennyire szoktál ismert embereket öltöztetni? Hát itthon azért már igenis sok mindenki meg volt. Szóval inkább külföldön történtek olyan dolgok, amik így itthon így nem is ismerik a mondjuk az adott énekest, de kint külföldön meg nagy sztárok. Tehát így Párizsban is egy Maître Kim nevezett. Én ismerem. Na, tényleg? Én komolyan, persze. Na, ő olyan az egyik legismertebb, Majka, nem? Az egyik legismertebb száma a Zombi. Igen, és hogy az, a klipben is az én cuccaimban vannak. Mm-hmm. Ilyen, megmutatom egyébként. De, szerintem lehet ismerem a számot is. Ja, nem, én ilyen nagyon multikulti vagyok, úgyhogy én csomó orosz, francia előadót is ismerek. Akkor még tavaly kb. Volt egy ilyen a tavalyi MTV Music Awardson, a legjobb kliprendező srác nyerte meg az én a díjat, és akkor az én Long Printer, Long Bomberembe tehát ugye a díjat, és hogy mert kint Los Angelesben van egy kis mini kollekció, egy Ivan Vitton nevezetű stylist srácnál. Körülbelül ő meg a márknak a kinti alteregója, így tökre ez az érzésem. És akkor ott találnak rá az én dolgaimra, és akkor így meg hát kint Párizsban, tehát az Rick Owens-szel így az utcán össze a futni, akkor ott beszélgettünk egy pár szót, meg visszaelfélt, szóval itt kedves, rendes volt, szóval meg van ugye a Diane Burney, ugye a fashion videót ad, amik ilyen nagy turbánban szokott lenni, ilyen fekete szemüveg, mindig ilyen pókon a hajába, nőci, és akkor neki az a jó barátja, a Marco de Rivera. Hát ők szerintem fontos személyiségek a divatvilágban, akár hogyha így a Párizst tekintjük. És most mi is? Most nem, most ez még a jövő titka, most ennyire nem tudom. Viszont ők jönnek hozzám, amikor voltam kint például a Párizsban a tramvajon kiállításon, akkor ők jöttek oda hozzám, és hogy nézték az adott kollekciót, akkor ők fotózkodtak velem, tették fel az ő Instagramjukra, szóval, hogy, és ugye a Marco de Rivera is így e-maileztünk is, mert ugye volt róla szó, hogy akkor majd ő is segítnek, mert ugye így a PR-ban, meg így a háttér dologban, és akkor így leírta egy e-mailbe, hogy Sándornak helye van a divatvilágban, szóval ezt egy idézőként így belé is tettük az üzleti tervbe. Az az igazság, hogy mondjuk Párizsban mondjuk van ugye négy a legjobb showroom, és mondjuk a négyben, a háromban már így várnak, mert így ugye egy e-maileztünk is, és akkor ugye csak hát nyilván az én részem az ott van, egy picit megbőve, hogy ugye nekem nincs üzleti partnerem, én ugye egyedül vagyok. Egyedül. És hát az igazság, hogy a sok kis tervező így kuporgatja a pénzt, hogy ki tudjon jutni,
csak kijutnak, és nem adnak el semmit. Nem, mert ez a legnagyobb probléma. Ahhoz kell egy több, komoly tím, így van, és ahhoz egy sokkal komolyabb, így van, és az az igazság, hogy a showroomok még előnyben vannak nyilván, és ők még azt mondják, hogy ők még megválogatják, hogy kiket vesznek be. Jó, nyilván oké, megválogatják, de hogy tudod, még egy kis tervezők még így versenyezni, és próbálnak, hogy most így bejussanak. De sajnos nem fog történni semmi, és én is úgy vagyok ez az egész, hogy, nekem speciálisabb bárás volt kellene, mint az, hogy most kimegyünk valahova, ott van egy stand. Tehát ugyanúgy én felhívtam a Konsenszki borát, és akkor így kérdeztem, hogy, ő neki milyen tapasztalat ér, meg hogy ugye volt róla szó, hogy neki is egy üzleti partner, és akkor is, hogy, oké, hogy menjünk, oké, megfizetjük az árakat, de hogy milyen garancia, hogy akkor ott adunk el garancia, semmi. Nem. Ott az a garancia, hogy neked mennyire jó a kollekciód, és te mennyire vagy ügyes, mennyire adod el magad. Mert ugye a bájárek is azért van így, hogy, nem biztos, hogy elsőre fognak tőled vásárolni, hanem két-három szezon múlva, vagy látják, hogy te még ott vagy. Nem az, hogy, egy alkalomra csak ezt a kicsiknek soha nem mondja senki. Tehát ők azt hiszik, hogy kimennek, és egyből. És 5000 bájárkontakt mindenki ezt ígéri. Na de aztán ugye ezt mondom, hogy, sajnos kimennek, és akkor csalódottak lesznek, mert oké, lesznek majd kártyák, megkapnak, és akkor még hazajönnek, még egy hétig még, úgy lesz, hogy, még valaki még érdeklődik, és akkor aztán mégis, aztán a McQueen-től bevásároltak, vagy innen, és akkor semmi. De kint voltunk, posztolgattunk, szóval, hogy, jó, ez is szép, és jó, hogyha valakinek van, új tőkéje. Igen. Hát játszós pénz. Igen, na, hogy játszós pénz, igen. Igen. Hát, ugyanaz is, hogy, így az itthoni tervezőknél is, meg akinek van befektetője, addig fog menni a történet, ameddig mögött áll a befektető, amint kiáll róló le, aztán kezdhet előről az őrület. És beszéltük, hogy elég sok mindenkit öltöztettél már, közben ezt így átteszem, de... Ups. Szóval elég sok mindenkit öltöztettél már így itthon is például, és... És neked mi a tapasztalatod? Tehát azok, azok az ismert emberek, akiket te öltöztettél, ők a vásárlóiddá is válnak? Vagy volt-e már mondjuk olyan negatív tapasztalatod, hogy azt éreztették veled, hogy legyél hálás, hogy őt fölöltöztethetted? Nem. A Nagy Ervinnek, ja, na hát és ez egy nagyon fontos pont témába vág, hogy ugye hoztam vissza a smokingját, amit ugye én csináltam, mert vagy egy picit így kivasalni, meg egy picit így leszöszözni, mert hogy ugye mennek ki ugye az Oscarra, ugye az Alexandrával, és hogy... És, azt hogy megvette ő azt a smokingot? Persze, azt mondom, hogy sajátja, csak ő egy kicsit áthozta, egy kicsit felfrissíteni. És akkor, hogy akkor csináltam egy fotót, és akkor ott most jöttünk az Ervinnel, mert olyan mondom, Ervin, mondom, hogy akkor hogy tegyem valahogy úgy ki a posztot, hogy ebben benne legyen, hogy ez a te saját sárlatos menszfer smokingot, szóval hogy nem béreled, nem kéred. És hogy mert például, például az Ervin is olyan, szinten van, aki megteheti, hogy megveszi. Persze ő is mondhatná, hogy, Sanya, adját, mit tudom én, így úgy, és akkor majd kiírom a nevedet, tehát meg innen, de ő is pontosan érzést tudja, hogy, hogy egy bizonyos szint után már így, már máshogy áll a dolgok, az ő is például. És volt neked ruhád a Vogue-ban, igaz? A Vogue talentben én jelentem meg legelőször. Az mikor? 2012. 12. Én mennyire durva 6 éve. És amúgy így a külföldi megjelenéseidnek, külföldi munkáidnak itthon mennyire van visszhangja? Vagy ez is olyan, hogy neked kell folyamatosan tájékoztatnod erről mindenkit, hogy éppen mit csinálsz? A Facebookon, hogy de így a privát profilomon megosztom, és akkor mindenki látja. Sok van, amikor már írnak, mert fú, akkor azért akkor küld el nekünk is minden, és akkor így akkor elküldözik azt, hogy kell így az a menete. Meg igazából tudod, én így nagyon ritkán szoktam így kitenni valamit, szóval igazából én már rég letöröltem volna magamat így a Facebookra. Én csak így Instát meghagyni, de ott is már ugye nagyon régen posztoltam ki valamit.
De ugye megint ugye oda jutunk ki, hogy ugye, hogyha valamit megosszok, akkor nem azért, hogy lájkolják, hanem azért, hogy akkor jöjjenek el szállásra. Pörögjön a gazdaság. Pörögjön. Szóval, hogy a végcél az nagyon ugye fontos, hogy ugye az eladás, hogy ugye mit profitál belőle az ember, aztán, hogy közben most így mit tervezünk, most mennyire éljük ki magunkat, ugye a kreativitás az megint egy más történet, de hogy azt a nagyon fontos, azt hiszem, mit megtalálni, aki hozzásegít téged ahhoz, hogy el is adjad a ruháidat. Persze. És hogy lehet, hogy érdemes egy olyan embert megfizetni, aki mondjuk sokkal drágább, de őnek ér a szava. Mert ugye ígér mindenkit, hogy őnek ilyen kontaktjai vannak, meg ugye ilyen kapcsolatai. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzám, és velem reggeliztél. És akkor a következő egy órában én fogom neked küldeni a pozitív energiámat. Remélem, hogy jól fog sikerülni ez a megbeszélés. Rendben. Majd írok neked, hogy sikerül. Rendben, köszönöm szépen. Remélem, beszámolsz. Köszönöm szépen.